Mozgalmas heteket tudhat maga mögött Tölgyes Dorottya, akinek az elmúlt egy évben egy makas sérüléssel is meg kellett küzdenie. A korábbi serdülővilágbajnok az elmúlt hónapban ünnepelte 18. születésnapját, egy szlovéniai nemzetközi tornán lánypárosban a harmadik helyen végzett, a román Szintzsenzannal az oldalán, május elején pedig az előrehozott angol érettségén kellett helytállnia. Mint elmondta, a tanulás miatt valamivel kevesebbet edzett a megszokottnál, viszont nem is érzett fájdalmat a tréningeken. A csapatbajnokságban a legmagasabb osztályban, az extraligában a Kecskeméttel bejutott a négyes döntőbe, így az Európa-bajnokság előtt még erős ellenfelekkel szemben javíthatja formáját. Az extraliga az nekem nagyon jól sikerült, ott Pergel Szandra ellen 2-1-en volt, ott majdnem sikerült megvernem, de sajnos kikaptam 3-2-re, meg a többi meccsem is elég szoros volt, a párosokat mindet meg tudtuk nyerni. Utána ugye egyből pihenés nélkül utaztunk Linzbe, ott volt egy nemzetközi, ott sajnos elég rossz csoportom volt, mert a későbbi győztes volt a csoportomban, meg egy indiai, aki szintén 8 között volt, szóval én úgy nem voltam valami szerencsés, de amúgy a játék ahhoz képest még viszonylag jól ment. Tölgyes Dorottya felkészülését Keresztesi Kitti is segíti. A Romániában született asztali teniszező az extraligában a Szekszár csapatában szerepel, edzőként viszont az elmúlt év vége óta Nyírbátorban dolgozik. Ma gyerekkorom óta átjárok Nyírbátorba edzeni, úgyhogy nekem nem egy újdonság ez a nyírbátori asztali teniszklub. Azonban egy ilyen 2 éve ide kerültem és itt laktam, és itt játszottam a nyírbátori asztali teniszklubnak, mint játékos. Azonban ugye egyetem miatt én elkerültem Budapestre, és újból egy ilyen fél évvel kerültem ugye újra ide-vissza, mint edző. A kicsik azok nagyon tehetségesnek indulnak, főleg a 8 évesek, meg az új 5-6 éves kicsik, de ugye az idősebbek között is vannak tehetséges játékosaink, hál' Istennek, és hál' Istennek megvan az ambíció bennük az asztalitenész iránt. Az ifjúság Európa-bajnokságot július elején rendezik Belgrádban. Tölgyes Dorottya éremmel szeretne hazatérni Szerbiából. Nem is az egyénire szeretnék jobban koncentrálni, hanem a párosokra, mert most nagyon jó párjaim vannak. Például Huzsvár Erike vegyes párosba szerintem, ha úgy játszunk, mint a múltkor a magyar bajnokságon, egy 4 között is tudnánk esetleg lenni. A Szintzsenzannal, a román párommal, vele szintén ugyanúgy, ha úgy játszunk, mint a múltkori versenyeken, akkor vele is egy érmet esetleg össze tudnánk hozni. A lány ifjúsági válogatott június utolsó hetében Nyírbátorban készül majd, a játékosok köztük Tölgyes Dorottya a Győrfi Tibor edzésközpontban végezhetik el a kontinens viadal előtti finom hangolást.